Az advent a keresztény világ egyik legfontosabb időszaka és a karácsonyi ünnepkör kezdete. Idén november 27-ére esett advent első vasárnapja, melynek egyik legismertebb jelképe az adventi koszorú. November 26-án a kiskürösi katolikus közösség hittanosai számára ünnepre hangolódó családi napot szervezett a gyülekezet, ahol közel 100 gyerek készített adventi koszorút. Erre adtunk most helyet, biztosítunk most úgymond időt, sok-sok segítségem van ebben a szolgálatban, ebben a feladatban. Párhuzamosan még folynak az egyik teremben az adventi koszorúk készítése, párhuzamosan ezzel egy tanító jellegű, adventre hangoló filmet tekinthetnek meg a gyerekek a szüleikkel a plébánia könyvtárában. Tóth Tibor plébános az elkészült adventi koszorúkat megáldotta annak érdekében, hogy minden gyertyagyújtásnál újabb erővel növekedjen az emberekben a Krisztus iránti szeretet, valamint hogy legyen örömmel és reménnyel teli az adventi várakozás. A gyerekek ilyenkor még sokkal fogékonyabbak, pláne nagy öröm az, és fontos az, hogy amikor a családjaikkal, édesapával, édesanyával, vagy akár mindkettővel együtt vesznek egy ilyen alkalmon részt, mert ezzel még édesapától, édesanyától is látják a jó példát, és ez nyilván beléjük nevelődik. És ugye fontos az is, hogy ezzel a készületet is, a várakozásnak a fontosságát, nem mindent azonnal. Tehát az advent erről is szól, hogy készülünk valamire, hogy várakozunk valakire, és hogy nem mindent azonnal kapunk meg. A katolikus templomban a héten kezdetét veszi a triduum, ami egy az adventi időszakban tartott háromnapos lelki gyakorlat, december 1-én, 2-án, 3-án, délután 5 órától. Nagy Attila kecskeméti piarista szerzetes pap fog tartani, illetve a tanítást is majd ő tartja, a prédikációt ő tartja. 4 órától már gyónásra van lehetőség itt a katolikus templomunkban. Advent 3. és 4. vasárnapját megelőző pénteken hagyomány szerint a gyülekezet idén is készül a szülői kimenő elnevezésű programmal, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek foglalkozásokat tartanak, hogy szüleik az ünnepek előtt még el tudják intézni legfontosabb teendőiket.